Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Mai két vendégem Csehovszki Katalin és Horváth Néh Bekő Edit, a Lions soros, illetve legköszönő elnöke. Ugye a ti szervezeteteknél is úgy van, hogy évente újul meg a vezető személye, ahhoz képest 5 évig voltál a Mosonmagyaróvári Lions vezetője. Ez miért alakult így? Mert úgy éreztem, hogy még vannak feladatok, amiket elkezdtem, és az is hozzátartozik, hogy nem nagyon szerettek volna elnökök lenni a tagjaink, és én örültem, hogy tudtam egy kicsit új tagságot, illetve fiatalítani, új tagokat toborozni, illetve egy olyan embert találni, mint az Edit, aki hasonlóan gondolkozik, mint én Lionsról, és ezt a többiek is tudják. Úgyhogy én szerintem azért, mert még nem volt érett a dolog arra, hogy átadjam az éves stafétabotot, viszont így most már teljesen biztosan tudom, hogy jó helyen van ez a szervezet. Edit, sokat kellett győzködni arról, hogy elfogadd ezt az elnöki titulust? Hát igen. Miért nem nagy feladat ez? Hát ez egy összetett feladat. Szerintem egy roppant összetett feladat. Ugye kapcsolattartás miatt, és akkor a klubon belül is megmozgatni az embereket, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából. Ha egyes feladatokba szükség van emberekre, akkor a legjobbat találjuk meg. Mesélne valamelyikötök arról, hogy mivel foglalkozik a Lions egyáltalán, ez egy milyen szervezet? Biztos mindig vannak új nézőink. Igen, akkor azt szeretném elmondani, hogy ez egy nemzetközi humanitárius szervezet, 102 éves már. Amerikából indult az első világháború után az ottani háborús helyzet végével, tehát megjelentek azok az emberek, akik hatalmas problémával küzdöttek a háború után, hát úgy is tudod, érség problémák, hazajöttek különböző sérüléssel a háborúból, és akkor ott kezdtek el azon gondolkodni, hogy hogy lehetne nekik segíteni. És az ottani segítési vágy villámgyorsan terjedt az egész világon, úgymond, és ugyanígy, ahogy ez terjedt, Magyarországon is megjelentek 90 után ezek a szervezetek, előtte is volt, csak a háború után megszűntek, és mármint a második világháború után megszűntek, és 90-es években lehetett újra embereket. Nem is kellett toborozni, hanem önmaguk akartak segíteni az embertársaikon. És vannak nemzetközi célok, állandóan meghatározott célok, és vannak a külön helyi célok. Nemzetközi cél akár az éhínség, ami ugye most minket hál' Isten nem fenyeget, a környezetvédelem, a betegségek, az egészségügyi szűrések, és nem beszélve a látássérüléssel lévők segítéséről, illetve bármilyen fogyatékosság, bármilyen problémával küzdő embernek a segítésével. Hát itt azt mondod, hogy 5 év után még mindig érzett magában olyan fontos projekteket, amire megfelelő személyeket kellett volna megtalálni, azért nem adta egy kezéből ki a vezetést, vagy hát nem tudta kiadni. Mik lesznek a fő teendőid így elnökként? Mi az, ami rátok vár a közeljövőben? Hát nem térek el a már jól bevált vonulattól, tehát folytatom azt, amit Csehovszki Katalin elkezdett. Tehát ez a fő profilunk, amiről az előbb beszélt. Természetesen vannak új céljaink, főképp a tagbővítés. Szeretnénk fiatalítani a klubunkat. Ugye a fiatalok azok nyitottabbak, rugalmasabbak, ők másképp látják a világot, más ötleteik vannak, más az ismerettségi körük, őket szeretnénk így összefogni, akár egy fiókklubba is. És mennyire... Ezen kívül ugye a céljainkat a mostani jelenlegi vírushelyzet is befolyásolja, tehát nagyon sok tervünk van, de ugye már most le kell programjainkról mondani, mivel még nem tudjuk ennek a helyzetnek a kimenetelét. Hát a fiatalokat említettétek, mennyire más szemlélet, amit ők képviselnek adott esetben, de mondjuk mi a tapasztalat, hogy mennyire hajlandóak ők segíteni? Tehát a karitatív tevékenység, az mennyire van benne egy 10 éves vagy 20 éves fiatal szemléletében?
Én azt gondolom, hogy nevelni kell arra, hogy ez bent legyen. Én jónak tartom az önkéntességet, ezt az 50 órát, amit középiskolában teljesíteni kell, a mi klubunk is tud vállalni ilyet, illetve más olyan alapítványok, akiknek szüksége van arra, hogy önkéntes munkában valaki elvégezze akár az idős gondozást, a fogyatékkal élők segítését. Tehát van egy csomó olyan terület, amiben szükségünk van rájuk. Én azt gondolom, hogy a Lionsban ez úgy általában jól működik Magyarországon is, egyre jobban. Vannak a Leók, azok a fiatal szervezet, tehát 20 éves korig, 22 éves korig vannak benne fiatalok. Óváron jelenleg még nincs, de már tavaly előtt elkezdődött egy folyamat, hogy valahogy bevonni ezeket a legfiatalabbakat is abba, hogy úgy ráérezzenek ennek a jó dolgára, hogy ők segítenek. Tehát évek óta ugye az különböző érzékenyítő programjainkon, meg a városban lévő különböző karitatív megmozdulásoknál azért lehet számítani fiatalokra, főleg, hogyha jó benyomást tesz rájuk az a szervezet. Edith, és mi az, ami ilyen személyes motivációt mutat? Mi volt az, amivel végül meg tudtak győzni arról, hogy igenis elnökként is sokat tudsz tenni a szervezet működésével? Hát ugye ez sem jött egyik napról a másikra, ez is egy folyamat volt. Már régóta segítettem kisebb-nagyobb munkákba, évek óta Katának, ezen a területen és más területen is, és tulajdonképpen láttam, tapasztaltam azt, hogy a látássérültek nem tudják igazándiból magukat képviselni. Akár a fogyatékkal élők, óvodában dolgozom, ott is látom a hátrányos helyzetű családokat, a hátrányos helyzetű családokból jövő gyerekeket, és tulajdonképpen ez volt a motivációm. Tudnál még mondani néhány dolgot a programok közül, amelyek lehet, hogy lesznek, lehet, hogy nem lesznek? Mi az, amit idén a zászló tűzött ki maga elé a Lions? Hát a szemszűrőbusz szerettük volna azzal egy általános szemszűrést, hadgyógyászatot, cukormérést végezni, ahogyan az ezelőtt években is, tehát ez is a vírus függvénye. Ezen kívül a vakvacsorát szerettük volna megtartani, egy bált. Tehát a hagyományos programjainkat mindenképp megtartanánk, különböző érzékenyítéseket iskolákban, óvodákban. Hogyan tudja finanszírozni magát a Lions? Hát ez is több rétű, egyrészt adománygyűjtésből, másrészt a tagok felajánlásából vannak támogatóink. Hogyha ez az egész szituáció, tehát hogyha ez a Covid helyzet engedi, akkor mi az, ami felé el kellene indulnatok, hogyan látjátok? Hol tudna most a legtöbbet segíteni a Lions? Én úgy gondolom, hogy ahogy a tavaszi időszakban is, tehát a Covid helyzet indulásakor nagyon erős akciókat, inkább online akciókat hirdettünk, és abban tudtunk segíteni, illetve így azt mondom, hogy fű alatt. Tehát, hogy valahogy eljutni azokhoz az emberekhez, akiknek akár élelemmel, gyümölcsel, különböző dolgokkal, játékokkal, a gyerekeknek foglalkozásokkal tudtunk segíteni. Tehát, hogy ott legyünk a háttérben, hogyha szükségük van rá. De nagyon, nagyon jó volt az a Facebook csoport indulása, ami most már körülbelül 700-800 ember van bent, és ott például az, hogy maradj otthon kampányt kezdtünk, meg amikor anyák napja volt, és ugye nem mehettek az anyukákat köszönteni az unokák, vagy nagymamákat köszönteni az unokák, akkor is rengeteg olyan kapcsolat született az emberekkel, akiket ez az egész érdekelt, hogy versek, zenék, énekek. Tehát így megmozdult a város, amit tudtunk tenni online. Online volt számítógépgyűjtés, az online oktatás segítésére, a tagjaink felajánlásából ingyenes nyomtatás, tehát az, hogy a feladatokat, amit otthonra kaptak, azt ingyen ki tudtuk nyomtatni. Tehát sok-sok ilyen apró mozzanat volt, ami
ami segített embereknek, és úgy jó volt. Jó volt nekik, hogy azért ott voltunk, de különböző szervezeteknél is voltunk, és vittünk akár élelmiszert, akár gyümölcsöt. Edith, ugye óvodapedagógus vagy, most emelzve, hogy főleg az vagy, és mellett van ez a Lions, hogyan lehet összehangolni a két munkát? Mit szóltak otthon, amikor mondtad, hogy egy ilyen nem kis, illetve hát egy ilyen oroszlán résznyi feladatot bevállalsz még? Hát támogat benne a családom, és hát amelyik tud, részt vesz. A lányom korábban is részt vett már, ő hangszeren fuvolán játszik, és volt már jó pár rendezvény, amelyiken fellépett. Hát a férjem is, ahol tud, segít. Akkor jól érzem, hogy ez mindig valahogy családok így összefognak, és egyik Lionsos a másiknak húzza így be, úgymond a szervezetbe. Ez egyébként hát így van, ahogy mondod, és azt is, hogy ez egy nagy család, tehát az országban van közel 50 klub. 60? és az ottani tagok is egymásnak, az ottani, tehát a legtávolibb ország másik oldalán vagy részén lévő taggal is kapcsolatban vagyunk, tehát egymásnak tudunk segíteni. Tehát olyan érdekes háló alakul ki. Több példát mondhatnék, hogy itt valami hiányzott nekünk, egy utazást kellett elintézni egy kerekesszékes fiatalembernek, például az ország egyik végéből a másikra. Az ottani Lionsos vállalt, hogy eljön érte, elvitte. Tehát azért igen, egy nagy családnak gondolom, tehát ahol a kapcsolati háló is működik, és az, hogy ott mindnyájan segíteni akarunk. Az a lényeg, hogy segíteni akarunk másoknak. Ha jól tudom, akkor nem szállsz ki az operatív munkából, jól tudom, alelnökként folytatod a munkát. Ez akkor egy kevesebb teendő, vagy másra is jut majd idő? Hogyan hát lesz? Másra annyira nem jut idő, mert itt helyben azért az alelnökség is, meg az, hogy Editnek segítsek abban, hogy ez az év még jobb legyen, mint eddig, és nagyon szerény, de azért azt hiszem, hogy lesznek olyan programok, vagy tervezünk olyan programot, ami az ő szakmájával kapcsolatos, mert nagyon sok, te is fiatal apuka vagy, és a családokat szerintem nagyon sokban érdekelheti az a téma, amit most a Lions is a zászlajára tűzött, akár a kis kütyük használata, már óvodási kisiskoláskorban, tehát még lehetne arról beszélni, hogy mennyi mindenben tudnánk segíteni egy-egy előadással, tapasztalattal a szülőknek, ilyen téren is, tehát az ő szakmájában is, a neveléssel kapcsolatos dolgokban. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, és várjuk a segítőket is, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi. Egy következő adásban erről meséltek nekem. Remélem, most lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Csilovszky Katalin és Horváthné Bekő Edit volt a mai vendégem, a Lions Club leköszönő és új elnöke. Köszönöm, hogy bennünket választottak, kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!